90-es években még egyet jelentett a vandalizmussal, ma viszont már sokkal elfogadottabb a street art egyik ikonikus műfaja, a graffiti. Most kijöttünk egy nyilvános legálfalhoz meghirdetett graffitis eseményre Óbudára, a Molotov Graffiti Jamre, hogy utána járjunk, mit jelent a festés a mai művészeknek, és mennyit szelidült szerintük a műfaj az elmúlt évtizedekben. I'm Jacob from Praha. Why did you organize this event? It's always nice to make some graffiti jam. People are connecting together. It's not that you are painting alone. And people like jam. You know, music, shop is different than you go with friends and you painting. This helps to support the culture. Milyen itt ez az egész graffiti jam? Én 8 éve nem festettem nagyjából, úgyhogy ez nekem az első azóta. Nekem ez egy elképesztő pozitív élmény. Számunkra egy nagyon jó program, mind a Graffiti Jam. Összehozza szerintem ezt az egész kultúrát, és nagyon-nagyon fontos, erre nagyon nagy szükség van, és respekt. I'm from New York City. My family roots are Hungarian, and I love Budapest, and I love Hungarians, and the heritage and culture. And amazed to see how much vibrant street artwork is over here. So this place is awesome. I'm from Moscow. It's very nice. I really like the way the event is organized. Really nice music. The DJ is really, really nice. Nagyon jó értem magamat. Abban a képben is belesegészett, ami ott volt a festménybe. Én is leültem a barátommal, és elkezdtem itt a régi mesztrókat, ahogy rajzolgattam, soha értem nem. Bence vagyok, és 7 éves. Ez egy teherautó amúgy, mert itt vannak a kerekei. Itt elfogyott a festék sajnos. A lámpa az kimaradt, meg az index, mert ahhoz se volt már festék. És mit szeretsz ebben? Hát, hogy lehet fújkálni. Mióta graffitizel? Hát egy olyan 5 éves koromban kezdtem el. Mit ad nektek a graffiti? Ez egy üzenet, gyerekek! Ez egy üzenet, mindenkinek nagy tisztelet a bázisban. Hát kimegy a családdal Horvátországba, visz magával egy kannát és széttegeli a várost. Szerinted akkor mit ad nektek? RK-házban, bim-bum-bum-bum. Bázis. 40 éves a kultúra Magyarországon. Az első magyar graffiti 1986-ban csinálta meg Szabó Gyuri barátom, az Ugóit, egy ilyen MÁV aluljáróban, meg a lakásában. Ott csináltuk meg az első graffiti. És utána ment fölfele a graffiti változóval, a műfaj, benne volt a hip-hop, a breakdance, a zene, akkor kezdte a Győr Remix barátom a 90-es években a scratchet, a DJ-t, és jött fölfele a kultúra. Régebben csak a vonatok meg a kocsik voltak még a sztáruk nekem. Régebben még csak azt se tudom, mi az a festék. De 5 éves koromban megtudtam, hogy mi ez a festék. És most meg már 7 éves vagyok, és akkor most már kívülről tudom, mi az a festék. Nagyon szerettem az önkifejezésnek ezen formáját, vagy válfaját. Rendkívül szeretem a színeket, ezeket komponálni, kompozícióba helyezni a betűket, karaktereket rajzolni, legfőképp a barátnőmet, akit nagyon szeretek, innen is üdvözlök, bocs és kösz. A mondani való, annak van egy mondani valója, olyan, mint egy fotográfia. A színek, hogyha az ember sokáig megtekinti, valami fegére. I think it's transformative of empty spaces. And it brings soul and personality to places that are otherwise in disarray. So, on one hand it beautifies, and on another hand it also points out that this place needs beautification. Also into collaborative form of art. So it's really like that everyone that passing through, they can collaborate and paint together. I'm dividing the street art and graffiti. Because it's a different story. The street art are, you know, the Banksy, stencils, I don't know, knitting. And then it's classic graffiti, you know, bombing, tags, throw-ups, angry people, trains. You're doing yourself? I'm like a retired graffiti artist, so I'm doing only legal works. I'm respecting all the guys who are still doing illegal. Like heads down, you know, because you need to have the balls. Maybe I don't have the balls to make illegal at my age. Ennek az egésznek ez most a legális része, ez egy legál fal. De van ugye egy illegális része, amikor metrókat, vonatokat szoktak. Igen, azok illegálisak. Igen, és ahhoz mit szólsz? Azokhoz, hát mivel a vonatok a kedvenceim, tehát jót szólok neki. Mert ha metróról van szó, akkor én megyek. Ez szerintem alapvetően a fiataloknál van inkább, amikor bele csöppennek ebbe a kultúrába. Én nem feltétlenül javaslom, egyszer-kétszer ki lehet próbálni, de
könnyebben megütik a bokájukat, szerintem az emberek, mint sem. Well, for me, let's just say I got in trouble doing it, and so I made some decisions afterwards that were more about finding permission to create this stuff. You have to have a very good network to do it legal, but I mean, you gotta start from something, so I guess, well, don't cross the border so much. Csináltuk meg jó jelentés a fotót, és jaj, de jó, vissza Amerika, tovább nemzetem fiatalosan. Igen, ez egy kultúra, pesztésztetlen, és megérjen, megkímeztem Pécs pólókra, ugyanúgy, ha elismerik, akkor ez. Szerintem ez is úgy, mint a maga a zene és a kultúra, inkább a neten harcolászik, és tényleg ezért jó egy program, most ez megvilágosodott bennem, hogy összehozza az embereket, emberibbé válik ez a dolog, a legális része. Na, meddig tartott a nem legális része? Nem nyilatkozom. Graffiti is now more accepted. 50 years ago, nothing was like that. It was the beginning, you know, the capitalism came to East Europe and started putting the rules with all the shit, you know, the corruption, drugs, it goes even bigger. The fact that this subculture has become a culture here is really important to the creative spirit of people. Mennyivel elfogadottabb ma már mondjuk, mint 20-30 évvel ezelőtt a graffiti Magyarországon? Alapvetően a közmegítélés az szerintem jobb, mert szerintem valami miatt kevesebben nyomják az illegált részét ennek a dolognak, de nem sokat tesznek hozzá, hogy amúgy arra sarkalják a fiatalokat, hogy használhatják a tehetségüket, kipróbálhatják magukat, anélkül, hogy baj lenne belőle, rendőrségre kerülnének. When you create legal spaces for artists to express themselves, overall the culture grows and people have an opportunity to learn from each other and present to the community the thing that comes from the community. Mit szólsz itt a többiekhez, hogy miket alkotnak? A többiekhez jó dolgokat alkotnak, szépeket, tetszenek nagyon. És te is ilyen szeretnél lenni, mint ők? Hát én más, de ilyesmi, igen, ilyesmi. Anyukát támogat ebben? Anyukám, hát az nem hinném, mert mindenemet összefestem, és a mosógépe nem is jön ki. Konkrétan 5 éves gyerektől 55-60 éves korosztályig mindenki elképesztő műveket csinált, mindenki nagyon tehetséges. Meg érted, lehet azért vagyok ilyen naív vagy szentimentális, mert mindenki olyan befogadó volt, és velem úgy, hogy ja, jó volt. Minél többet kell ilyet csinálni, mint Amerikában, a Black Parik, szóval jöjjünk ki az utcára, legyünk egybe, és ez egy kultúra része és az életünk része legyen ez. És mindenkinek pozitív dolgokat, és szeressétek egymást, és nézzétek a nem tudom melyik tévé. 24.hu nézzétek, gyerekek, jó? Innen is köszöntünk mindenkit, hallott, 24.hu. Felejtsétek el a többit, jó? És gyertek ki a jamre, nézzétek, kövessetek minket, mert ez egy hatalmas nagy világ. Peace.